Szóval lehet, hogy most megsértődnek majd rám sokan, vagy legalábbis nem fognak egyet érteni, mert az illemről fogok beszélni, az etikáról, a morálról, meg ilyen dolgokról, és erről nekem van egy véleményem, egy olyan véleményem, ami gyerekkorom óta egyáltalán nem változott, sőt megerősödött, hogy gyerekkoromban is igazam volt. A hétvégén volt egy élményem, nem egy egyedi élmény, sajnos nem egyedi élmény, sőt nagyon sokszor találkoztam ilyenről, de ezt majd el fogom mesélni, de egy kicsit felvezetem, hogy miért most ezt mesélem el, és miért baszta ki nálam a biztosítékot, és mindenképpen úgy gondolom, hogy erről most beszélnem kell. Egy kicsit kerülgetem a forrókását azért, hogy jobban megértsük az egészet. Szerintem nagyon sok esetben az emberek céljai helyesek, tehát helyes a törekvés, amit szeretnének, vagy amire vágynak, de azért nem lesz az egész eredményes, vagy azért lesz az egész nem elfogadható, mert ahogy megközelítik ezt a célt, az az út az már nem helyes, nem hozza azt az eredményt, amit szeretnénk. Ilyen például a gyereknevelés, mint egy sarkalatos pont. A gyereknevelésnek az egyik legfőbb problémája az, hogy sok évről beszélünk, egy sok év munkájáról, de mindezt pillanatokban szeretnénk megélni és eredményessé tenni. Természetes, hogy a gyerekeinket felneveljük, de a felnevelés szó számomra egy olyan kifejezés, amely azt jelenti, hogy segítjük a gyermekeinket abban, hogy elérik a céljaikat, felnőttek legyenek. Ez egyfajta bizalom, tehát sok évig, hosszú ideig bízunk bennük, hogy meg lesz az az eredmény, amit szeretnének, és ők túlmutatnak majd azon, amit mi elképzeltünk róluk. A nevelés viszont egy olyan folyamat számomra, amely azt jelenti, hogy egyáltalán nem bízunk a gyermekeinkben, és azonnal megmondjuk, hogy mit kell kijavítsanak. Rögtön megszabjuk a határokat, rögtön beirányítjuk valamelyik irányba, hogy arra van az élet, és nem másfelé. Hiába gondolkozik másképp, mi nevelési szokásokat, nevelési elveket, etikát, morált és egyéb dolgokat tanítunk nekik, ahhoz, hogy olyanok legyenek, ahogy mi elképzeljük őket majd a jövőben. A probléma a türelmetlenségben van, nem szánunk elég időt, vagy nincs elég időnk arra, hogy végigmenjen egy folyamat, sikeres legyen, tehát például egy gyereknek valamire szüksége van, és csinál valamit, elkezdi tanulmányozni az életet, így vagy úgy ez valamilyen viselkedésben fog megjelenni, akkor mi rögtön elővesszük azt a szabályt, ami számunkra is sok év alatt alakult ki, és azonnal elmondjuk neki, hogy mit kell csinálni, és nem bízunk abban, hogy ő kísérletezzen, hibázzon, és rájöjjön a saját fejével, hogy mit kell csinálni, vagy mit lehet csinálni. Ezek azok a szabályok, amelyeket mi is megtanultunk. Pontosabban mi már el vagyunk rontva, tehát mi már ezt megkaptuk a szüleinktől, a nagyszüleinktől, pontosan ugyanígy viselkedtek, pontosan ugyanez történt velünk, tehát megmondták, hogy mi helyes és mi nem, és mi megtanultuk, hogy aszerint kell élni, és akkor leszünk jó emberek, hogyha ezeket a szabályokat, íratlan vagy írott szabály, de betartjuk. Tehát nem vagyunk eleget a gyerekeinkkel, és nem időről beszélek, hanem célokról, eredményekről, vágyakról beszélek. Tehát a gyereknek van egy célja és vágya, ehhez van egy szükséges tanulási folyamat, annak a tanulási folyamatnak van egy szükséges ideje, és ebben az időben szükséges, hogy valaki mellette legyen, vezesse őt. Amennyit nem vagyunk vele, mindegy, hogy mennyit vagyunk vele, az azt jelenti, hogy nem vagyunk ahhoz eleget vele, hogy ezt a folyamatot teljességgel végigvigyük. Ez azt jelenti, hogy előveszünk gyorsan, mert nincs rá idő, előveszünk gyorsan valamilyen szabályrendszert, és azonnal rávágjuk, hogy ezt és ezt kell csináld ahhoz, hogy eredményed legyen. Holott türelemmel meg kéne várni, hogy mi legyen. Találkoztam a hétvégén egy esettel. Étteremben voltunk, leültünk többen az étterembe, eléggé csöndes volt a hely, tehát mindenkinek a beszéde, minden piszmogása hallatszódott. Mögöttem, én nem láttam szinte az egészből semmit, mögöttem ült egy család, több generációval. Egy kisgyerekkel, és ott volt a nagypapa is.
A nagypapa folyamatosan a taknyát szívta talptól egészen fejtetőig. Állandóan ezt csinálta, egyfajta ilyen kényszerviselkedése volt, és az állandó szót értsétek úgy, hogy csinálta, kis szünet, majd csinálta, kis szünet, majd csinálta, kis szünet. Tehát nagyjából 5 takonyszívás közben tudtam lenyelni a falatomat egy étteremben. Elég éhes voltam ahhoz, hogy kibírjam és végigegyem az ételt, de nem ez a lényeg, hanem minden takonyszippantás közben a gyereknek elmondta, az unokának elmondta, aki egyébként a hangját sem hallottuk, tehát egyáltalán nem viselkedett rosszul, elmondta, hogy hogyan viselkedjen. Tedd le a villát, ne fogd meg a tányért, egyél rendesen, csináld ezt, csináld azt. Túlzás nélkül folyamatosan basztatta a gyereket, hogy hogyan kell élni, holott a gyerek jókedvűen evett. Hogy? Úgy, mint egy gyerek. Tehát éhes volt és evett, és közben játszott, és közben tanult, és közben figyelte a környezetét, közben reagált a környezetére, reagált az ízekre, reagált a napfényre, reagált mindenre, ami csak körülötte volt, és kihasználta, élt. Boldog volt. De jöttek a korlátozások, és 2 korlátozás, 1 takonyszívás. 2 korlátozás, 1 takonyszívás. Hogy mi ebben a probléma, azon kívül, hogy az étteremben voltunk, az, hogy a nagypapa észre sem vette, hogy a gyereket állandóan basztatja, de azt sem vette észre, hogy állandóan túrházik, és arról beszél, hogy hogy kell éljen a gyerek illendően, mert illendőségről beszélt, hogy ez nem illendő, az nem illendő, de ő közben egy étteremben olyat csinált, ami mások számára nem kellemes. Ellenben a gyerek nem csinált semmi olyan dolgot, ami mások számára kellemetlen lett volna. De ilyen a nem gondolkozó, a környezetét nem érzékelő embernek a reakciója bármire, amit megtanult, hogy hogyan kell reagálni. Nem hibáztatom, megtanították, megnevelődött, lekorlátozódott, és ezt a korlátozott, dogmatikus, szemellenzős életet éli tovább, és adja tovább a következő generációknak. Aztán kurva nagyot csodálkozunk, hogy az emberekkel mindent meg lehet csinálni, mert az emberek nem fognak ellenkezni semmiért. Bármit meg lehet csinálni velük, és úgy kell őket reklámmal felszólítani, hogy valami ellen szót emeljenek. Szót emeljenek az ellen, hogy a gyerekeiket bántják az iskolába, szót emeljen az ellen, hogy a szomszéd valamit csinál. Mindenki eltűri azt, hogy mi történik vele, sőt, szót kell emeljen az ellen is, hogy a társadalmában hogy fog élni, és hogy változtasson vagy sem. Természetes, hogy olyan emberek születnek meg így, és nevelődnek fel ebben a környezetben, hogy őnekik nem természetes az, hogy boldogan éljenek úgy, ahogy szeretnének, és ha valami nem tetszik, akkor békésen el tudják mondani, hogy mi tetszik nekik. Ezért állandóan forradalmat kell csinálni, állandóan ellenkezni kell a világgal. Tehát a nevelés nem lehet egy jó út, hanem a tanítás kell legyen a jó út. Példát kell mutatni. Miért nem mutatja meg példával a nagypapa, hogy hogyan kell viselkedni az asztalnál? Hogyan kell élvezni a vasárnapi ebédet, hogyan kell élvezni a napsütést, hogyan kell élvezni az ízeket, és hogyan kell élvezni azt, hogy társaságban van, nem csak a szűk családi kör társaságában, hanem egy étteremben másokkal együtt van, tehát nem ugyanazokat a testi reakciókat kell csinálni önkényesen, mint amit mondjuk otthon csinál szándékosan, hogy könnyítsen magán, hanem úgy kell élni és viselkedni, ahogy természetesen mindenkinek ez majd egy kellemes vasárnapi ebédet fog jelenteni. Mit tehetsz a gyerekedért? Mutasd neki példát, és ne emlegesd a példákat. Tedd érdekessé a célokat, és ne tedd kötelességé. Emeld fel őt, és ne hozz szégyenbe, amikor csinál valamit. És mit ne tegyél például? Nem kell tökéletesnek lenned, de hogyha állandóan hibázol, akkor ne ordítsd állandóan a gyerek arcába a te sanyarú életedet. Hagyd őt élni, és nézd meg azt, vegyél te példát arról, hogy ő milyen szabadon kezeli az életet, milyen szabadon kezeli az eszközöket, a környezetét, és azt is nézd meg és figyeld meg, hogy a gyerek amikor játszik, amikor él, abból mindig valamilyen boldog végkifejlet alakul ki. Legyél ott, mint egy őrző angyal, mert ismered a veszélyeket, támogasd őt. De a legfontosabb,
hogy a gyerek jövőjében ne egy jó nevelt felnőttet láss, hanem egy boldog és jó embert. Ismered Lengyel Sándor apját? Törzs le!